Újból felsorakoztak a Balaton történelmi vitorláshajói a Füredi parton, tiszteletadáskép az újabb vitorlás szezon előtt. A 126 éves Kishamisról megkoszorúzták a Balatont, és ezzel kezdetét vette az újabb szezon. Gerendi Zoltán, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke jó vitorlázó szezonra számít, hiszen az évadító versenyen is sokan indulnak. A 4000 versenyzőből közel 1000-en itt vannak a Füredi parton. Én egy szép évadra számítok, én azt gondolom, hogy már a Covid alatt is elég reménykeltő volt a vitorlás élet, de most, hogy elmúlt a járvány, vagy egy kicsit könnyebb a helyzet, én úgy gondolom, az aktivitás meg fog nőni. Ezt egyébként a mai rajt is mutatja. Szóval 224 hajó 1000 versenyzővel, közel 4000 versenyzőből, azt szerintem már mutatja, hogy ez a szezon másképp fog indulni. Én bízom benne, hogy az időjárás is, és a Balaton is kedves lesz hozzánk ebben. Gerendi Zoltán szerint van még vitorláshely a Balatonon, főként a kishajósokat várják. Van még hely egyértelműen. Itt azért nagy erők csapnak össze, mert akik környezetvédők, azoknak már a mostani is sok, akik meg szeretnek vitorlázni, azoknak meg kevés. A megoldás egyébként valahol ott van, hogy a kishajózást szeretnénk erősíteni, amelyik talán nem olyan nagy, nem a klasszikus marinázás, hanem a kishajózás, ami településenként sokkal könnyebben elérhető, és talán visszahozná azt a balatoni vitorlás kultúrát, ami egyébként itt őshonos volt. Az ünnepségen jó szelet kívánt a versenyzőknek dr. Bóka István polgármester. A vitorlás évadot dr. Kontrát Károly, országgyűlési képviselő nyitotta meg. Böröc István, a Balatonfüredi Jachtklub ügyvezetője pedig Tolnai Kálmánról, ahogy Füreden mindenki ismerte, Tolnai Lászlóról beszélt, akinek az emléktábláját dr. Ugron Gáspár és a Füredi klub elnöke Varga Lajos avatta fel. Tolnai Laci bácsi, akire sokan gondolnak jó szívvel, hiszen ennek a filmnek a szerkesztőjét is vizsgáztatta a Füredi klubban, a régi klubház épületében született. Kishajótervező, kétszeres olimpikon, kékszalaggyőztes, tőzsgyökeres Balatonfüredi. Már 17 éves korában a kishajók építése vonzotta. 52-től a hajógyárban a műanyag és sporthajó tervező iroda csoportvezetőjeként dolgozott 1984-es nyugdíjba vonulásáig. Kiváló hajóépítő és hajós volt, 13-szoros magyar bajnok, részt vett a római és a mexikói olimpián is. Kiszeli Pál még együtt vitorlázott vele. Egy rendkívül kellemes ember volt, és mindenki tisztelte, szerette, mindig mosolygott, barátságos volt a fiatalokkal is. És ami a legnagyobb élményem és legszebb élményem, hogy annak idején a Müncheni olimpia, előolimpián együtt vitorlázhattam vele Travemündébe egy hajóban, amely hajót mi vittük ki Füredről egy Zillen, és vitorláztunk, hogy számtalan jó emlékem van ebből az időből. Mielőtt elhúzottunk volna Travemündébe, azon az éjszakán varta meg, mert a vitorlavallásban is kiváló volt, varta meg a vihar spinakkerünket, az a golyó alakú vitorlánkat, és azzal versenyeztünk Travemündébe, és egész jó helyet értünk el. A 22 versenyzőből 12. helyet értük el a tengeren. Először vitorláztunk együtt, és magyar hajóval, magyar vitorlával, magyar legénységgel nem volt benne semmi idegen. Legfeljebb az anyag, a terilén anyag, amivel a vitorlát varták. Halkszavú volt, csendes, mosolygós, barátságos, nagyon jó ember volt. Lassan, fokozatosan hagyta be a vitorlázás, ha jól tudom, és rátért a horgászatra. Együtt horgáztunk is néhány alkalommal. Itt azon a helyen, ahol most a kikötője, a hátsó kikötőjében horgáztunk együtt, és fogtunk is halakat, úgyhogy tényleg nagyon jó barátságban voltam vele, és mindig is tiszteltem, hát jóval idősebb volt nálam, és ő meg szinte atyailag fordult hozzám. Laci, az mivel kiváló versenyző volt, azért kapott jó hajót, Starvon például Rasmussen hajót kapott, német hajót, egy kiváló, vagy dán hajót, ha jól emlékszem, egy kiváló hajó volt, és sok szép versenyt nyert vele, úgyhogy azért ő akkor épp a kiválóságára köszönhetően rendelkezett azért korszerű technikával, akkor idő korszerű technikájával, de a mostani technika az ahhoz képest égésföld. A vitorlabontó ünnepség után valóban a hajósoké lett a főszerep Balatonfüreden, hiszen kezdetét vette az év első vitorlás nagydíja.